Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe, itt a gazdagréti Szentangyalok templomban és széles körben, ima közösségben, az Apostol Televízió szolgálatával, a kedves média apostolok részvételével. A mai szép ünnepen Szénai Szent Katalin szűz és egyháztanító Európa társvédő szentjének az ünnepén. Amint ismeretes, Nurziai Szent Benedek Európa fő védőszentje, mellette egy testvérpár, Szent Ciril és Szent Metód, ugyancsak társvédőszentek, és három kedves női szent is a társvédőszentek sorában áll, mint a mai nap ünnepeltje, Szénai Szent Katalin, vagy a svédországi Szent Brigitta, akit júliusban, illetve Edith Stein, aki ugyancsak társvédő szentje, Szent Terézia Benedikta nővér. Ezt a mai szentmisét a média apostolainkért és média apostolaink szándékaira ajánlom fel. Ez közösségi szentmise, amikor egyéni mise szándékot nem szoktunk bemutatni itt Gazdagréten, de ugyanakkor, akiknek jeles ünnepük vagy különleges kérésük van, mindazok mellett, akik elmondták az imaláncban az ima szándékaikat, ki szoktunk emelni egy-két külön kérést is. Nagy szeretettel gondolok egykori Mária Rádiós munkatársamra, Viki nénire, akinek ma születésnapja van, Isten éltesse őt sokáig. Külön kérésre imádkozunk Harbula István atya gyógyulásáért. A kecskeméti szerető hívei kérik ezt, kérik papi munkájára a következő szolgálati helyén is a Jóisten áldását. Elhunyt Gizella édesanyját is imáinkba foglaljuk, és elhunyt György édesapát, és minden szépért és jóért külön kérésre is, meg egyébként is hálaadásul is imádkozunk. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtele Szűz Máriát, az összes anyagokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kegyelmed!
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged. Könyörögjünk! Istenünk, te Szénai Szent Katalin szívében fellobbantottad az Isten szeretett tüzét, hogy szemléje Krisztus Urunk szenvedését és egyházad szolgálatára szentelje életét, közben járására add, hogy akik részesedünk Krisztus szenvedésében, mindörökre újjongjunk dicsősége kinyilvánulásakor, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim! Az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk és nektek hirdetünk, ez: az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság szerint. De ha világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és fiának, Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk. Gyermekeim, ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esett, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus,
az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőséged Istenünk. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, Szénai Szent Katalin szűz egyháztanítóra emlékezünk, Európa társvédő szentjére. És a szentek olvasmányos könyvéből magasztaló imádságot idéztünk az Úr Jézus imájából, ezzel jelezve azt, hogy az emberi életnek szoros kapcsolata van az imádsággal, az élet valóságának, vagyis a mindennapi dolgaink végzésének és az ima életünknek elválaszthatatlan köteléke van. Vagyis feladatunk keresztény életünkben az, hogy megdicsőítsük az Istent, hogy lássa a világ, hogy Isten az egyedüli Ura, teremtője a világnak. Jézus Krisztus, az, ami megváltunk, az Úr, és a Szentlélek megszentel bennünket, hogy életünk ne csupán értelmes élet, hasznos élet, hanem az Istent megdicsőítő élet legyen. Az Úr Jézus tehát, amikor engedelmes küldetést vállalt, akkor megdicsőítette az Atyát, kérte is imádsággal, hogy Atyám, dicsőíts meg nevedet. És Jézusban megdicsőült az Atya, az ő föltámadásában végérvényesen kinyilvánult az Isten hatalma és dicsősége. A mostani imádság az evangéliumban ugyancsak Istent dicsőítő ima, amellyel Jézus nem csak szavakban tanít imádkozni, hanem arra is emlékeztet, hogy az életünk is dicsőítse meg az Istent.
A mai nap szentje ezt tette. A 14. századnak a szentje volt Szent Katalin. 1347. március 25-én született, mint anyjának 25. gyermeke. 7 éves korában szüzességi fogadalmat tett. Ez is igazolja azt, amit már más alkalommal is elmondtam, kiváltképpen most a hét elején a hivatások vasárnapján, hogy az ember már a gyermekkorában is felismerheti a hivatását, felismerheti azt, hogy az Isten mit kíván tőle. Ez nem csak valami későbbi rádöbbenés, van, akinél úgy történik, hogy csak később jön rá, hogy mire szánta az Isten, ezért nem lehet senkitől számon kérni azt, hogy milyen életkorban fedezi fel a neki szánt hivatást. Itt most csak azt kívántam mondani, hogy már gyermekkorban is ezt fel lehet fedezni, mint látjuk, Szent Katalin is szüzességi fogadalmat tett már 7 éves korában. És 8 éves volt, amikor első látomását kapta. Később belépett Szent Domonkos rendjébe, és rendkívüli önfegyelmet gyakorolt a szerzetesi életben, és egyben tevékeny életet is élt. Közösségeket szervezett, betegeket ápolt, szegényeket segített, vagyis szeretett szolgálatot végzett, a bűnösöket megtérítette. És ami különösen nagy jelentőségű az egyház történelmében, az pedig az, hogy fejedelmekkel, püspökökkel, sőt, a pápával is levelezett. Így bírta rá 11. Gergely pápát, hogy visszatérjen a franciaországi Avignonból a székhelyére Rómába, különböző politikai helyzetek miatt Franciaországban kényszerült tartózkodni az akkori pápa levelezését, és a dialógus címet viselő munkáját a Krisztussal való szoros kapcsolat hatotta át. Ő is viselte a sebhelyeket testén, a krisztusi sebhelyeket, a stigmákat. 6. Orbán pápa Rómába hívta, és Szent Katalin ott halt meg 33 éves korában, 1380. április 29-én. Rómában őrzik a holt testét, vagyis az erekjéjét. Én magam is gyakran oda látogatok, amikor Rómába eljuthatok, közel a Pantheonhoz. Ott van üvegezett szarkofágban Szent Katalin, mindig virágokkal körülvéve, mert így tiszteli meg nem csak a szerzetes rendje, a domonkos rend, hanem az arándok is, az imádkozó ember, azt a szentet, aki példát adott az isteni élet megdicsőítésére, és tudott önfegyelemben szolgálni, teljes önátadással Krisztusra tekinteni, és Krisztus nyomában járni. Kérjük tehát a közbenjárását a kedves média apostolainknak és mindnyájunknak, hogy teljes önátadással, szerető szolgálattal, evangéliumi életet élve mi is megdicsőítsük az Istent életünkben. Amen. Kérjük testvéreim a szüzesség kedvelőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy ajándékozzon egyházának bölcs és önfeláldozó szüzeket, akik életüket engesztelésül ajánlják. Add, Urunk, hogy a szentek példáját követve mi is eljussunk a tökéletes szeretetre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy gondolatainkat áthassa tanításod,
és üdvöt hozó szenvedésed. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy naponként gondoljunk és imádkozzunk egyházad egységéért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy minden szavunk sugározza evangéliumod bölcsességét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szentjeid közbenjárásával eljussunk az élet teljességére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy média apostolaink kérései, hálaadásai meghallgatást leljenek előtted a mai szentmise felajánlásával. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy születésnapját ünneplő Viki néni, István atya, aki papi szolgálatát áldozatosan végzi, imáinkra sok erőt és kegyelmet nyerjenek tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te Siénai Szent Katalinban egész egyházadnak példaképet és isteni bölcsességtől ihletet tanítót adtál. Kérünk add, hogy közbenjárására és tanítása nyomán napról napra növekedjünk ismeretedben és szeretetedben, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. A 88-as számú éneknek a harmadik és negyedik versszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Irgalmas Atyánk, vedd jó néven ezt az üdvösségszerző áldozatot, amelyet Siénai Szent Katalin ünnepén felajánlunk, hogy intelmein épülve neked, igaz Istenünknek egyre buzgóbban adjunk hálát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Mindenség, Uram, Isten,
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, és mert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szénai Szent Katalinnal, Európa társvédő szentjével, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Média apostolainkról, Média apostolaink elhunyt szeretteiről, elhunyt Gizella édesanyáról, elhunyt György édesapáról, és mindazokról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból,
Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt, mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben a 134-es éneket énekeljük.
A lelki áldozás következik közösségi imával mindazok számára, akik most otthonaikban ünneplik velünk az Eukarisztiát. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Urunk Jézus Krisztus, oltárodra helyeztük média apostolaink ima szándékait, fogad tetszéssel ezt a szent áldozatot, imáinkat, kéréseinket, dicsőítésünket, hálaadásunkat és engesztelésünket. Vidd isteni világodba, mennyei atyánk színe elé, hogy a szent lélekkel eltelve továbbra is hűségesen szolgáljunk téged. Amen. Könyörögjünk! Add Istenünk, hogy az örökké valóságot nyissa meg előttünk a mennyei lakoma, amelyben részesedtünk, s amely szénai Szent Katalin testi életét is táplálta, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, reggeli szentmiséinket az Apostol Televízió délután 5 órakor és éjfélkor ismétli meg, a Hegyvidék Televízió műsorába pedig délután 4 órakor kerül hétköznaponként a gazdagréti szentmise. Így széles körben a média szolgálattal együtt lehetünk, erősítjük egymást az apostoli szolgálatban, és ima életünkkel, ima közösséggé válunk. Tudjuk hordozni egymás terhét és örömeit, és igazi egyházzá válunk Krisztus élő népe. Erre a népre, média apostolainkra kérem a Jóisten áldását. Befejezésképpen pedig majd a 86-os éneket fogjuk énekelni, annak első és második versszakát. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen! A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Istennek legyen hála! Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán rossz kísértései ellen jótalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozott helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Istenem, azt a gombegáltam,
Húsvét!